Hát nagyon örülök neki, hogy te pöröksz, te pedig megint sokkot kaptál. Urát is érzem. Én koncentrálok. Koncentrálok ilyenkor mindig. Jó. Na, akkor mindjárt itt megmutatok nektek egy valamit, hogy hogyan kell elkészíteni a petrezselyem olajat. Mert mi? Petrezselyem olajat fognak a fiúk készíteni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kis finomság, ami a Sanyi lelkületéhez például nagyon jól passzol. Egyébként ő ezeket nagyon szereti, ezeket az olajokat. Akkor én megismertem, hogy szerintem több ilyen kis üvegcse is volt a hűtőjében, ami látod? Ilyen olajak, mi? Meg balzsamecet. Meg... Ilyen gyönyörű petrezselyem olajat lehet készíteni. Nekünk ilyet kell? Aha. Te jó ég. Igen. Na és akkor megmutatom, hogy mi lesz a feladat. Ez milyen hús? Hát ez nem hús, ez máj. Ne. Az, amit én nem csinálom. Soha nem csinálom. Nem szeretem. Nem szeretem a májat. Én meg az a jó, nem vagy, te nem szeretted a brassóit se. A brassóit se valóban, igen. Én meg az a jó, hogy de jó, ez kell, belegraphatok? Aha. Tényleg? Tényleg, megkóstolhatod. Ez egy rizi-vizi. Csak igen. Ugye az olaszoknál a rizi e bizi. Te csináltad? Igen. Risotto. Az egy risotto, tehát egy zöldborsós risottót kell készíteni. Ennek a tetejére fogunk majd hirtelen pirított pecsenyekacsamájat készíteni, és egy kis petrezselyem olajjal fogjuk tehát majd meglocsolni. Tehát ez a máj, ez csak annyi, hogy nyersen hirtelen pirítva van? Igen. Igen. Az olajtól egy kicsit életre kell ez az egész étel. Egyik sem túl bonyolult. Simán meg lehet csinálni 40 perc alatt. Ezért a maradék 20 percben még lesz egy kis amaretti, azaz ilyen mandulás keksz sütögetés is. Önmagában ez nagyon egyszerű dolog, mert a tojásfehérje habot felvelik a srácok, kevernek hozzá egy kis cukrot, utána hozzáadjuk a mandulalisztet, egy pici sót, egy kis keserű mandula kivonatot, és nyomózsákokból kinyomják, és megsütik. Ez nagyon sok mindennek tűnik, már megint. Középdöntő, egyenes út a döntőbe, hát ezért meg kell dolgozni. Megfognak, igen, szerintem. Hát nem megfognak, megfogtok. Na megmutatom ezt az olajat, jó? És akkor így a főzés az úgyis idegnyugtató. Először fel kell forralni a vizet. Blansírozni fogjuk a petrezselymet. Erre ugye... Káposztát már blansíroztunk. Azért? Jobb leszek, igen. Megjegyzem. Ugye erre azért van szükség, mert egy kicsit megpuhulnak a petrezselyem levelek, és az ízük is, és a színük is sokkal intenzívebb lesz. Amint forr a víz, mindjárt megvárjuk, belógatjuk, 30-40 másodperc, és egyből áttesszük, elő kell készíteni a jeges vizet. Mert ugye átveszi a hőmérsékletet a víztől a petrezselyem, és hogyha csak kiraknánk ide a pultra, akkor főne tovább. Mm-hmm. És a jeges vízben pedig egyből lehűl. Így csomóvazik? Én bele se fogom tenni, megmondom őszintén, hogy nem is... Aha, belelógatom. Igen, és akkor mehet bele. És amikor azt látja, hogy ilyen nagyon élénk zöldre változott a színe, akkor már jöhet is át. Hát ez nem volt 30 a jeges vízben. Nem, mert annyira forró volt a gőz, hogy leégett volna a kezem. De akkor még kéne tovább. De 30-40 másodpercnél nem kell tovább. És hogyha lehűlt, akkor jól le kell itatni. Akár ki is facsarhatják. És áttesszük a turmix képbe, mivel nem készítünk nagy mennyiséget. Bőven elég ebben a késes aprítóban fogják összeaprítani. Én megmondom őszintén, egy kicsit össze szoktam vágni a petrezselymet, hogy ne az legyen, hogy feltekeredik a késre, hanem egyből elkezdi aprítani. Mehet hozzá az olaj. Köszi. Nem érdemes hozzá nagyon erős ízű olajat használni, mert ugye azt szeretnénk, hogy a petrezselyemnek legyen erős az íze. De már annyira intenzív az illata. És az olaj mennyisége meg van határozva? Hát szerintem nem érdemes egy másfél decinél többet hozzáadni egy csokor petrezselyemhez, mert hogy most nem lesz sokra szükségünk. És igazából, hogyha otthon készíted, akkor az a legjobb, hogyha ezt egész éjszakára hagyod lecsöpögni. Tehát, hogy tényleg az utolsó csepp is csepegjen ki belőle, lehet nagyobb mennyiséget is készíteni. Annyira jól feldobja az ételeket, tehát hogyha van otthon ilyen olajad, tésztára, risottóra, bármire így lelocsolod, finom lesz az íze, szép lesz a színe. Sanyira beleszeret, ezt már most látom. Na, szuper. Nagy, mondom, ő ilyen nagy bűvész olajak, meg. Aha. Pont mumusom a máj, meg a rizs.
Mármint a risotto. Nem baj, de igen, szeretnél, mi már gondolom. Is. Nem mondom, igen, ti már főztetek rizst, ti nem főztetek. Nem főztük, a risotto az szerintem nem lesz probléma. A máj az, nekem is nagyon... Hát ezt most le kell győznöd, ezt az undort. Ez anya nyers lesz, megpirítjuk és utána ízesítjük. Igen, igen, igen. Na jól van, van-e kérdésetek? Engedj minket főzni. Jó, jó, jó. Sziasztok. Még megvannak az infókat. Igen, még gyorsan. Szerintem nem lesz probléma, de hajrá. Köszönjük szépen. Piríts rám! Hétvégén a Spektrum Home műsorán.